Harmadik rész. Pilár Turner a fiát 2 hetes korában a nagyszülők házába vitték. Ursula nem szívesen fogadta be, de mint már annyiszor, most is engedett makacs férjének, aki nem bírta elviselni a gondolatot, hogy az ő véréből egy cseppet is elvigyen az ár. Ám azt kikötötte, hogy a gyereknek nem szabad megtudnia a származását. Bár a José Arcadio nevet kapta, egyszerűen Arcadiónak hívták, a félreértések elkerülése végett. Akkoriban olyan mozgalmas volt a falu élete, és annyit sürögtek, forogtak a házban, hogy a család könnyen elvetette a gyerekek gondját. Rábízták őket egy Visitación nevű Guairo indián lányra, aki öccsével együtt menekült a faluba valami álmatlansági kór elől, amely évek óta ostorozta a törzsüket. Olyan engedelmesek és szolgálatkészek voltak, hogy Ursula magához vette őket segítségül a házi munkában. Így aztán Arcadio és Amaranta előbb tanulta meg a guairo nyelvet, mint a spanyolt, és gyéklevest meg póktojást evett Ursula tudtán kívül, aki nyakig elmerült egy sokat ígérő üzleti vállalkozásban. Állatfigurákat öntött, égetett cukorból. Macondóban lassanként minden átalakult. Az Ursulával érkezettek elhíresztelték, milyen jó minőségű a talaj, és milyen előnyös a község fekvése a mocsár mellett, úgyhogy a hajdani csupasz kis település hamarosan kinőtte magát, eleven falu lett belőle, boltokkal és iparos műhelyekkel, sőt országúttal, amelyen jöttek-mentek a kereskedők, köztük az első papucsos és fülbevalós arabok, akik üveggyöngyöt cseréltek arab papagájokért. José Arcadio Buendiának nem volt egy pillanatnyi nyugta. Elbűvölte a kézzel fogható valóság, amelyet most mesésebbnek érzett képzelete határtalan birodalmánál. Az alkimista laboratórium egyáltalán nem érdekelte többé. Hagyta békében heverni a hosszú hónapok kísérletezéseitől kimerült anyagot, és ismét a hőskor vállalkozó szellemű embere lett belőle, aki úgy jelölte ki az utcákat és az új házak helyét, hogy senki se juthasson előnyösebb helyzetbe, mint a többiek. Akkora lett a tekintélye a betelepültek között, hogy egyetlen alapkövet sem raktak le, egyetlen kerítést sem állítottak fel a megkérdezése nélkül, és őt választották meg a földosztás irányítójául. Amikor a cigány csepűrágók visszatértek vándorvásárukkal, amely most a kártya és szerencsejátékok hatalmas otthonává alakult át, nagy újongás fogadta őket, mert azt hitték, hogy José Arcadio is velük jött. De José Arcadio nem tért vissza, és nem volt köztük a vipera ember sem, aki Ursula szerint egyedül adhatott volna számot a fiáról, így aztán nem engedték meg a cigányoknak, hogy sátrat verjenek, vagy hogy még egyszer betegyék a lábukat a faluba, mert a bujálkodás és a fajtalanság szállás csinálóinak tekintették őket. José Arcadio Buendia azonban világosan kijelentette, hogy Meliadész régi törzse, mely ezredéves bölcsességével és mesés találmányaival nagyban hozzájárult a falu felemelkedéséhez, mindig tárt kapukra talál. De Meliadész törzsének a világcsavargók elbeszélése szerint el kellett pusztulnia a föld színéről, mert túlmerészkedett az emberi tudás határain. Miután legalábbis egy időre megszabadult a képzelet gyötrelmeitől, José Arcadio Buendiának hamarosan sikerült olyan állapotot teremtenie, melyben a rend és a munka uralkodott, és csak egyetlen dologban mutatkozott engedékenység, szabadon bocsátották a madarakat, amelyek a falu alapítása óta múlatták az időt sípocskáikkal, és helyettük zenélő órákat vásároltak minden egyes házba. A finom művű fadobozba zárt értékes órákat az arabok hozták cserébe a papagájukért, és José Arcadio Buendia olyan pontosan hangolta össze őket, hogy a falut minden fél órában ugyanaz a szerzemény virította fel egymás után következő hangzataival, még aztán pontban délkor unisonóban ki nem kerekedett a teljes keringő. Ugyancsak José Arcadio Buendia határozta el ezekben az években, hogy a falu utcáit akác helyett mandulafákkal ültessék be, és ő jött rá, bár soha nem árulta el senkinek, hogy a mandulafákat hogyan lehet örök életűvé tenni.
Hosszú évekkel később, amikor Makondó már a faházak és a bádogtetők községe volt, a legrégibb utcákon még mindig álltak a megtépázott és poros mandulafák, csak éppen nem tudta senki, hogy kiültette őket. Mialatt apja rendbeszedte a falut, anyja pedig a családi vagyon gyarapításán munkálkodott bámulatos mesterségével, amelynek termékei, a cukorkakasok és halacskák naponta kétszer hagyták el a házat balszapálcára fűzve. Aureliano számtalan órát töltött az elhagyott laboratóriumban, és pusztán a saját próbálkozásaiból okulva kitanulta az ötvös művészetet. Úgy megnyúlt, hogy nem sokára kinőtte a bátyjától örökölt ruháját, és az apjáit kezdte viselni, ha bár vizitációnak előbb szűkebbre kellett vennie az ingeket és a nadrágokat, mert Aureliano nem abba a testes fajtába tartozott, mint a többiek. A kamaszkor elvette hangja lágyságát, és hallgatoggá, és végleg magányossá tette, de cserében visszaadta szeme átható tekintetét, amellyel született. Annyira belefeledkezett ötvös művészeti kísérleteibe, hogy még enni sem igen jött ki a laboratóriumból. José Arcadio Buendía, akit aggasztott ez a zárkózottság, rábízta a fiúra a ház kulcsait, és egy kis pénzt is adott neki, abban a feltevésben, hogy talán nőre van szüksége. Aureliano azonban sósavra költötte a pénzt, hogy királyvizet készíthessen, a kulcsokat pedig aranyfürdővel kezelte, mert attól megszépültek. Legalább olyan furcsán viselkedett, mint Arcadio és Amaranta, akik már kezdték elhullatni tájfogaikat, de még mindig egész nap az indiánok köpenyébe csimpaszkodtak, magacsú kitartva abban az elhatározásukban, hogy bojkottálják a spanyolt, és csak guajíró nyelven beszélnek. Nem panaszkodhatsz, mondta Ursula a férjének. Nálunk is apáról fiúra száll a bolondéria. S miközben átkozta bal sorsát, meg volt győződve róla, hogy a gyerekek különbségei épp oly ijesztőek, mint az a bizonyos disznófarok, Aureliano merően ránézett, és kétségek közé taszította. Nem sokára megjön valaki, mondta a fiú. Mint mindig, ha Aureliano jóslatokat mondott, Ursula most is megpróbálta lehűteni paraszti logikájával. Mi sem természetesen, mint hogy jön valaki. Naponta több tucat idegen is megfordul Makondóban, de azért nem izgul senki, és nem lát titokzatos előjeleket. Aureliano azonban fittyet hányt minden logikának, és megismételte jóslatát. Nem tudom, ki lesz az, mondta makacsul, de annyi biztos, hogy már is úton van. Vasárnap csak ugyan megjött Rebeka. Nem lehetett több 11 évesnél. Fáradtságos út állt mögötte, Manuáréból hozta idáig néhány bőrkereskedő, akik elvállalták, hogy leteszik José Arcadio Buendía házában egy levéllel együtt, de azt már nem tudták pontosan megmondani, hogy ki kérte őket erre a szívességre. Podgyászként csupán a ruhás ládikóját hozta magával, azon kívül egy kis hintaszéket, amelyet kézzel festett virágok díszítettek, és egy vászontarisznyát, amelyben klok, 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 állandóan zörögtek szüleinek a csontjai. A José Arcadio Buendiának címzett levelet igen szívélyes hangon fogalmazta meg valaki, aki annyi sok idő múltán és ilyen messziről is változatlan szeretettel gondolt rájuk, és úgy érezte, hogy az emberiesség legelemibb parancsának engedelmeskedik, amikor jó szívűségből elküldi hozzájuk ezt a szegény, gyámoltalan árvát, aki Ursulának másodfokú unokahúga, következésképpen José Arcadio Buendiának is rokona, habár valamivel távolabbról, lévén, hogy a szülei nem mások, mint feledhetetlen barátjuk, a megboldogult Nicanor Ulloa és tiszteletre méltó hitvese Rebeca Montiel, akiket Isten nyugasztaljon mennyei birodalmában, és akiknek földi maradványait elsorok írója mellékelten megküldi, hogy keresztény temetésben részesüljenek. Az említett nevek tökéletesen olvashatóak voltak, akár csak a levél aláírása, de sem José Arcadio Buendía, sem Ursula nem emlékezett rá, hogy ilyen nevű rokonaik lettek volna, és senkit sem ismertek, akit úgy hívtak volna, mint a feladót, legkevésbé a távoli Manuáre helységben.
A kislányból semmiféle bővebb felvilágosítást nem lehetett kihúzni. Mihályt megérkezett, leült a hintaszékbe, az ujját szopta, és nagy, riadt szemekkel bámult mindannyiukra, mint aki nem érti, hogy mit kérdeznek tőle. Feketére festett, de már jócskán megkopott ruhát viselt, a lábán repedezett lakcipőt. Haját fekete mosnék tartották a füle mögött. Valami skapuláré is volt rajta, az izzadságtól elmosódott képekkel, jobb csuklóján pedig egy vadállat szemfoga részfoglalatban, szemmelverés ellen. A betegség és az éhség, amelytől zöld lett a bőre, a hasa pedig puffadt és feszes, mint adob, öregebbnek látszott nála, de amikor étellel kínálták, hozzá se nyúlt az ölébe tett tányérhoz. Már-már azt hitték, hogy süket néma, de amikor az indiánok a maguk nyelvén kérdezték tőle, hogy nem kére egy kis vizet, megrebbent a szeme, mint a felismerné őket, és rábólintott. Befogadták, más nem tehettek. Megállapodtak abban, hogy a neve legyen Rebeka, mert a levél szerint az anyját is így hívták, s a türelmes Aureliano hiába sorolta fel az összes szenteket, a kislánynak láthatólag egyik név sem volt ismerős. Mivel akkortájt nem volt temető Makondóban, mert addig még nem halt meg senki, a tarisznyában hozott csontokat otthon tartották, hogy majd csak akad méltó sír a számukra. Így aztán sokáig lábatlankodtak a házban, és a legváratlanabb helyeken bukkantak fel, mindig azzal a kotlósra emlékeztető száraz kotyogással. Hosszú ideig eltartott, amíg Rebeka beilleszkedett a család életébe. Többnyire a hintaszékén ült, a ház legeldugottabb szögletében, és az ujját szopta. Figyelmét nem fogta meg semmi, csak az órák muzsikája, amelyet riadt szemmel lesett fél óránként, mint azt várná, hogy megjelenjék valahol a levegőben. Napokig nem sikerült rávenni, hogy egyen. Csodálkoztak rajta, hogy nem hal éhen, míg aztán az indiánok, akik mindenről tudtak, mert nesztelen lábakkal, megállás nélkül súrantak ide-oda a házban, felfedezték, hogy Rebekának csak az udvar nedves földje ízlik, és azon kívül a mézgalacsinok, amiket a körmével kapar le a falról. Nyilvánvaló, hogy a szülei vagy a nevelői megrótták ezért a szokásért, mert csak titokban vetemedett rá, bűntudattal és féltve dugdosta a készletét, hogy majd akkor egye meg, ha senki se látja. Attól fogva éber és szigorú felügyeletnek vetették alá. Tehén epével szórták tele az udvart, és csípős paprikával kenték meg a falakat, hogy elriasszák káros szenvedélyétől, de Rebeka oly agyafúrtnak és találékonynak bizonyult a föld megszerzésében, hogy Urzula kénytelen volt drasztikusabb eszközökhöz folyamodni. Rebarbarával kevert narancslét öntött egy szilkébe, egész éjszaka állni hagyta a hűvösön, és másnap égyomóra megitatta Rebekával ezt a löttyöt. Bár senkitől sem hallotta, hogy a földevés szenvedélyére éppen ez a legmegfelelőbb orvosság, úgy gondolta, ha bármiféle keserű anyag kerül az üres gyomorba, annak okvetlenül fel kell pesdítenie a májat. Rebeka oly makrancos volt, és bár angol kóros, oly erős, hogy amikor belé akarták diktálni a gyógyszert, előbb le kellett teperniük, mint egy bikaborjút, és nem volt könnyű védekezni a rugdalózás ellen, és tűrni rejtélyes átkait, melyek a harapások és a köpések szüneteiben hagyták el a száját, és a megbotránkozott indiának közlése szerint a guáíró nyelv legtrágárabb szavaiból voltak összeválogatva. Amikor Urzula ezt megtudta, nadrágszíjjal egészítette ki a kezelést. Sohasem derült ki, hogy a rebarbara tette meg a magáét vagy a verés, esetleg a kettő együttvéve, de annyi bizonyos, hogy Rebeka néhány hét múlva már a gyógyulás jeleit kezdte mutatni. Játszótársa lett Arkádiónak és Amarantának, akik nővérükké fogadták, jó étvágyjal evett, és szabályszerűen használta az evőeszközöket. Hamarosan kitűnt, hogy épp oly folyékonyan beszéli a spanyolt, mint az indiánok nyelvét, hogy feltűnő kézügyessége van, s hogy az órák keringőjének dallamára egy igen bájos szöveget tud énekelni, amelyet maga költött. Kis idő múltán mindenki családtagnak tekintette. Urzulához olyan kedves volt, mint a saját gyerekei soha. Amarantát és Arkádiót testvérkémnek hívta, Aureliánod bácsikámnak, José Arkádió Buendiát pedig nagyapónak.
Végül is épp úgy kiérdemelte a Buendia nevet, mint a többiek, és viselte is haláláig büszke méltósággal. Egy éjszaka, amikor Rebecca már kigyógyult a földevés bűnös szokásából, és a többi gyerekkel egy szobában aludt, a mellettük alvó indián lány egyszerre csak arra ébredt fel, hogy különös, szaggatott nesz hallatszik a sarokból. Riadtan felült, azt hitte valami állat jött be a szobába, és ekkor meglátta Rebekát. A hinta székben ült, az ujját szopta, és a szeme világított a sötétben, mint a macskáé. Vizitáción megdermedt a rémülettől, s mint akit letaglóz a tulajdon balvégzete, felismerte, hogy ez a villogó szempár annak a betegségnek a tünete, amely testvérével együtt őt is örökre száműzte ezredéves királyságukból, ahol fejedelmi rangot viseltek. Felismerte az álmatlanság kórját. Kataure, az indián, hajnalig sem maradt a házban. A nővére ott maradt, mert fatalista szíve azt súgta, hogy a halálos nyavaja mindenképpen elkísérné a föld legtávolabbi zugába is. Senki sem értette, miért van annyira megrémülve Visitación. Ha nem fogunk aludni, annál jobb, mondta José Arcadio Buendía kedélyesen. Legalább többet élhetünk. De az indián lány megmagyarázta, hogy az álmatlansági korban nem az a legszörnyűbb, hogy az ember képtelen aludni, hiszen a test nem érez semmilyen fáradtságot, hanem egy ennél még súlyosabb tünet, amely előbb-utóbb kérlelhetetlenül jelentkezik, a feledés. Tudnélik, amikor a beteg már megszokta az állandó vérasztást, elméjéből kezdenek kihullani a gyerekkori emlékek, majd a dolgok elnevezése és fogalma, végül pedig az emberek azonosítására is képtelenné válik, sőt, a tulajdon énjét sem ismeri többé, és valamiféle múlt nélküli bambaságba süllyed. José Arcadio Buendiának a könnye is kicsordult nevettében. Úgy gondolta, ez is csak afféle elképzelt korság, amilyet a babona plántál az indiánok fejébe. De Úrzula óvatosabb volt, minden esetre elkülönítette Rebekát a többi gyerektől. Néhány hét múltán, amikor Visitación rettegése már-már feloldódott, José Arcadio Buendia egy éjszaka azon kapta magát, hogy ide-oda forgolódik az ágyban, és nem bír elaludni. Úrzula is felébredt, megkérdezte, hogy mi baja, mire ő így felelt. Megint Prudencio Aguilar jár az eszemben. Egy percet sem aludtak, de másnap olyan pihenten keltek, hogy megfeledkeztek a rossz éjszakáról. Ebéd közben Aureliano csodálkozva jegyezte meg, hogy nagyon jól érzi magát, noha egész éjjel fenn volt a laboratóriumban. Egy melltűt akart bearanyozni Úrzulának, születésnapi ajándékul. Csak harmadik nap prémültek meg, mert lefekvéskor egy csöppet sem érezték magukat álmosnak, és ráeszméltek, hogy már több mint 50 órája nem aludtak semmit. A gyerekek is fenn vannak, mondta az indián lány, szikár fatalista meggyőződéssel. Ha a kórság beteszi a lábát a házba, nem menekül előle senki. Csak ugyan rájuk ragadt az álmatlanság kórja. Úrzula, aki még anyjától tanulta a növények gyógyerejét, sisakvirágból készített főzetet, és megitatta valamennyiükkel, de mégsem sikerült aludniuk, csak álmodtak éberen egész nap. Kristálytiszta káprázatukban nem csak a saját álomképeiket látták, hanem azt is látta mindenki, hogy mit álmodik a másik. Mintha látogatókkal telt volna meg a ház. Rebecca a hinta székében ült a konyha egyik szegletében, és azt álmodta, hogy jött egy férfi, aki nagyon hasonlított rá. Fehér lemvászon ruhát viselt, aranygomb volt az inge nyakán, és egy rózsacsokrot hozott neki. Belejött egy keskeny kezű asszony is, kivette csokorból egy szár rózsát, és a kislány hajába tűzte. Úrzula megértette, hogy a férfi és az asszony Rebecca szülei, de hiába igyekezett rájuk ismerni, most már biztosan tudta, hogy sohasem látta őket. Közben tovább folyt a házilag készített cukorállatkák árusítása a faluban. José Arcadio Buendia ugyanis nem törődött az egésszel, bár ezt később sohasem bocsátotta meg magának. Gyerekek és felnőttek egyforma gyönyörűséggel szopogatták az álmatlanság csodafinom kis zöld kakasait, az álmatlanság pompás rózsaszínű halait, és az álmatlanság omlós sárga lovacskáit, úgyhogy a hétfői víradat ébren találta az egész falut.
Eleinte senki sem ijedt meg. Ellenkezőleg mindenki örült az alvás felfüggesztésének, mert akkoriban olyan sok volt a tennivaló Makondóban, hogy alig futott az idejükből. Annyit dolgoztak, hogy hamarosan kifogytak a munkából, aztán hajnali 3-kor karbatett kézzel ültek, és azt számolgatták, hány hangból áll a zenélő órák keringője. Akik aludni szerettek volna, nem fáradtságból, hanem azért, mert vágytak az álmokra, a legkülönfélébb módszerekkel próbálták elcsigázni magukat. Társaságba gyűltek, és szünet nélkül diskuráltak, órák hosszat ismételgették ugyanazokat a vicceket, és a téboly határáig szőtték, szövegették a zöld disznó meséjét, a véget nem érő játékot, mely abból állt, hogy az elbeszélő megkérdezte, akarják-e, hogy meséljen a zöld disznóról, és amikor azt felelték, hogy igen, az elbeszélő azt mondta, hogy nem azt kérte, hogy mondják azt, hogy igen, hanem akarják-e, hogy meséljen a zöld disznóról. És amikor azt felelték, hogy nem, az elbeszélő azt mondta, hogy nem azt kérte, hogy azt mondják, hogy nem, hanem akarják-e, hogy meséljen a zöld disznóról. És amikor csöndben maradtak, az elbeszélő azt mondta, hogy nem azt kérte, hogy maradjanak csendben, hanem akarják-e, hogy meséljen a zöld disznóról, és senki sem mehetett el, mert az elbeszélő azt mondta, hogy nem azt kérte, hogy menjenek el, hanem akarják-e, hogy meséljen a zöld disznóról, és így tovább, körbe-körbe, éjszakákon át. Amikor José Arcadio Buendía ráeszmélt, hogy a járvány az egész falut megfertőzte, összehívta a családfőket, és elmondta nekik mindazt, amit az álmatlanság kórjáról tudott, majd pedig határozatokat hoztak, hogy a csapás a mocsár többi falujára is át ne terjedhessen. A kolompokat, amelyeket az araboktól kaptak cserébe a papagájokért, levették a kosok nyakáról, és kirakták a falu határába, megkülönböztető jelzésül azoknak, akik az őrszemek minden tanácsa és könyörgése ellenére is be akartak jönni a faluba. Makondo utcáin ez időtájt minden idegennek kolompot kellett ráznia, hogy a betegek tudják róla, hogy egészséges. Amíg a faluban tartózkodtak, sem enniük, sem inniuk nem volt szabad, mert ahhoz nem fér kétség, hogy a betegség csak is szájon átterjed, és minden ennivalót és innivalót megfertőzött az álmatlanság. Így módon sikerült elérni, hogy a kórság ne jusson túl a falu határán. A vesztegzár igen eredményesnek bizonyult, és a rendkívüli állapotot végül már egészen természetesnek tartották. Az életrendje úgy alakult, hogy a munka visszanyerte szabályos ritmusát, és senkinek sem főtt a feje az alvás haszontalan szokása miatt. Aureliano azután kitalált egy módszert, amely hónapokon át megóvta őket az emlékezet kihagyásaitól. Véletlenül jött rá. Mint gyakorlott vírasztó, aki úgy szóval elsőként hagyott fel az alvással, tökéletesen kitanulta az ötvös művészetet. Egy napon a kis üllőt kereste, amin a fémeket szoktak alapálni, és nem jutott eszébe a neve. Apja mondta meg, üllő. Aureliano felírta a szót egy papírdarabra, és gumi arábikummal a kis üllő aljára ragasztotta. Üllő. Így aztán biztos volt, hogy többé nem fogja elfelejteni. Nem is gondolta, hogy a feledés első tünete ütközik ki rajta, hiszen a szóban forgó tárgy nevét nehezebb volt megjegyezni. De néhány nap múlva rádöbbent, hogy szinte mindig meg kell erőltetnie magát, hogy eszébe jusson valami a laboratóriumból. Ettől fogva mindenre ráírta a nevét, és elég volt elolvasni a feliratot, hogy ráismerjen. Amikor apja rémülten közölte vele, hogy még gyermekkora a legnagyobb élményeit is elfelejtette, Aureliano elmondta neki a módszerét, amit aztán José Arcadio Buendía az egész házban, és később az egész faluban is bevezetett. Festékbe mártott izsóppal minden tárgyra ráírta a nevét. Asztal, szék, óra, ajtó, fal, ágy, serpenyő. Kiment az udvarra, és az állatokat meg a növényeket is megjelölte. Tehén, kecske, disznó, tyúk, lyukka, malanga, banán. Hanem a feledés korlátlan lehetőségeit tanulmányozva lassanként ráébredt, hogy eljöhet az idő, amikor a feliratokról ráismernek ugyan a dolgokra, de már nem tudják, mire valók. Ekkor bővebb magyarázatokhoz folyamodott. Az a tábla is,
amelyet egy tehén nyakába akasztott kitűnő példa lehetett rá, hogy Makondó lakossága milyen elszántan harcol a feledés ellen. Ez tehén. Minden reggel meg kell fejni, hogy tejet adjon, a tejet pedig fel kell forralni, majd kávét kell beleönteni, hogy teljes kávé legyen belőle. Így éltek hát az illó valóságban, amely egyelőre ugyan megakadt a szavak horgán, de menteretlenül tova kellett siklania, mielőtt elfelejtik az írott szó jelentését. Oda, ahol a mocsárból jövő út a faluba ért, táblákat állítottak ezzel a felirattal. Makondó. A falu főutcáján pedig egy nagyobbat, amelyen ez állt, van Isten. Minden házban lastromokat függesztettek ki, hogy szüntelen gyakorolhassák a tárgyak és érzések neveit. Ez a módszer azonban akkora éberséget és lelkierőt követelt, hogy sokakat rabul ejtett egy képzeletbeli valóság, a maguk agyának szüleménye, amelyből kevesebb gyakorlati hasznot, de több vigaszt merítettek. A szemfényvesztés legfőbb népszerűsítője Pilar Ternera volt, aki rájött, hogy a kártya segítségével a múltban is épp úgy tud olvasni, mint annak előtte a jövőben. Így történt, hogy az álmatlanok élete most már a kártyafigurák ködös és sokféle jelentésű világában foly tovább, ahol az apának épp csak rém lett, hogy ő az a barna férfi, aki április elején jött a faluba, és az anyának, hogy ő az a szőke asszony, aki aranygyűrűt viselt a bal kezén, a születésdátumából pedig csak annyi maradt, hogy azon az utolsó keddi napon történt, amikor a pacsirta még énekelt a babérfán. José Arcadio Buendía, akit elkeserítettek az önvégasztalásnak ilyesfajta fortéjai, végül is elhatározta, hogy megszerkezti az emlékező masinát, amellyel egykor fejébe akarta vésni a cigányok csodálatos találmányait. A szerkezet azon az elven alapult volna, hogy minden reggel át lehet ismételni az életben szerzett valamennyi ismeretet az elsőtől az utolsóig. José Arcadio Buendía úgy képzelte, hogy valamiféle forgószótár lesz, amelynek tengelyében ott ül a kezelője, és egy fogantyú segítségével néhány óra alatt lepergeti szeme előtt az élet fenntartásához legszükségesebb fogalmakat. Körülbelül 14 000 cédulát meg is írt, amikor a mocsár felőli úton megjelent egy bolondos külsejű öregember, az alvók szomorú kolompjával, átkötözött hasas utazótáskájával és kordéjával, amelyet fekete rongyok borítottak. Egyenesen José Arcadio Buendía házának tartott. Visitación, aki kaput nyitott, nem ismerte, és azt hitte talán házalni akar, mert nem tudja, hogyha egy falu menteretlenül belesüllyedt a feledés ingoványába, ott a világon semmit sem lehet eladni. Roskatag aggastyán volt. A hangja is meg-megbicsaklott tétovasságában, a keze pedig mint a kételkedett volna a dolgok létezésében, de azért nyilvánvaló volt, hogy abból a világból érkezett, ahol az emberek még tudnak aludni és emlékezni. A nagyszobában ültették le, és amikor José Arcadio Buendía előkerült, épp a nagy, fekete, viharvert kalapjával legyezte magát, és figyelmesen és szánakozva olvasta a falra tűzett feliratokat. José Arcadio Buendía rendkívül szívélyesen üdvözölte, mert attól tartott, hogy régi ismerőssel áll szemben, csak nem tudja hová tenni. A látogató azonban átlátott rajta. Megérezte, hogy elfeledték, és ez a feledés nem a szívé, hiszen akkor jóvá lehetne tenni, hanem sokkal kegyetlenebb és véglegesebb annál egy másik feledés, amelyet jól ismert, mert ismerte a halált. Ekkor mindent megértett. Kinyitotta a leírhatatlan kacatoktól dúzadó táskát, és egy másik, kisebb táskát vett elő, amely üvegcsékkel volt tele. Megitatott José Arcadio Buendiával egy kellemes színű folyadékot, és ettől a betegnek világosság gyúlt az emlékezetében. Könyszögött a szemébe, hogy ott találja magát abban a képtelen szobában, ahol a tárgyakra rá van írva a nevük, a falakra kifüggesztett hangzatos ostobasságok látta, elfogta a szégyen, és végül az öröm vakító fényében felismerte a jövevényt. Melhiádész volt az. Miközben Makondó az emlékek visszahódítását ünnepelte,
José Arcadio Buendía és Melhiades lefújták a port régi barátságukról. A cigány le akart telepedni a faluban. Csak ugyan megjárta a halált, de visszajött, mert nem bírta a magányt elviselni. Törzsre kitagadta, minden természet feletti képességét elvesztette, mint egy büntetésül, amiért oly hűségesen ragaszkodott az élethez, és elhatározta, hogy itt húzódik meg, a világnak e távoli zugában, amelyet még nem fedezett fel a halál, és egy dagárotípiai laboratóriumot nyit. José Arcadio Buendía még sohasem hallott erről a találmányról, de amikor meglátta önmagát és egész családját egy színen játszó fémlemezen megörökítve, az ámulattól torkán akadt a szó. Ebből az időből származik az a megbarnult dagárotípia, amely José Arcadio Buendiát borzas és szürkölő hajjal ábrázolja. Az ing kemény gallériát részgomb fogja össze, s arca ünnepélyesen megilletődött. Ursula ki is jelentette, félholtan a nevetéstől, hogy olyan, mint egy berezelt tábornok. José Arcadio Buendía csak ugyan megvolt szeppenve azon a kristálytiszta decemberi reggelen, amikor a dagárotípia készült, mert azt gondolta, hogy az ember lassacskán elkopik, amint a képe a fémlapokra kerül. Furcsa, de az eddigi gyakorlattal ellentétben ezt a gondolatot Ursula segített kiverni a fejéből, sőt elfeledve régi ellenszenvét úgy döntött, hogy Melhiades a házban maradhat, bár lefényképezni sohasem hagyta magát, mert, szó szerint idézzük a kijelentését, nem akarta, hogy az unokái majd röhögjenek rajta. Aznap reggel legjobb ruháikba öltöztette a gyerekeket, bepúderezte az arcukat, és mindegyiknek adott egy kanál velőmézgát, hogy képesek legyenek majdnem 2 percig teljesen mozdulatlanul megmaradni Melhiades impozáns készüléke előtt. Ezen a családi dagerotípián több nem is készült soha. Aureliano fekete bársony ruhában áll Amaranta és Rebeka közt, ugyanaz a lemondás, ugyanaz az átható tekintet ült a szemében, mint hosszú évekkel később, a kivégző osztag előtt, pedig akkor még nem fogta fel sorsa ómeneit. Kiváló ötvös volt, akinek finoman cizellált munkáit az egész mocsárvidék megbecsülte. A műhelyben, amely jól megfért Melhiades hóbortos laboratóriumával, a lélegzetét is alig lehetett hallani. Úgy rémlett, elmenekült egy másik időbe, miközben apja és a cigány halsányan fejtegették Nostradamus jóslatait, csörömpöltek az üvegekkel és a tégelyekkel, sistergették a veszedelmes savakat, és lögdösődve, egymás sarkára hágva, pillanatonként elvesztették a bróm ezüstöt. Hála a megszállott munkának és a józan eszének, amellyel érdekeit képviselte, Aureliano hamarosan több pénzt keresett, mint Ursula a cukor állatkák nyálcsordító seregletével, hanem azért mégis csodálkozott mindenki, hogy már apányi ember, de nőt még nem ismert. Nem, erre még nem került sor. Néhány hónap múlva megjelent a faluban egy majdnem 200 éves vén világcsavargó. Francisco az ember nevezetű, aki saját szerzeményű dalait terjesztve gyakran megfordult Makondóban. Arról dalolt, a legapróbb részletet sem felejtve el, hogy mi minden történt a falvakban, amelyek kanyargós útjába estek, Manuárétól egészen a mocsárvidék túlsó széléig, és így aztán, ha valaki üzenni akart valakinek, vagy köszéré akart tenni valamit, 2 centavóért felvétette a repertoárba. Ursula is így értesült véletlenül az anyja haláláról, amikor egy este a dalokat hallgatta abban a reményben, hogy talán megtud valamit a fiáról, José Arcadióról. Francisco, akit azért hívtak embernek, mert egy dal rögtönzési párbajban legyőzte az ördögöt, és akinek valódi nevét senki sem tudta, az álmatlansági járvány idején eltűnt Makondóból, majd egy éjszaka váratlanul felbukkant Katarino boltjában. Az egész falu odagyűlt, hogy megtudja, mi minden történt a világban. Ezóta vele jött egy asszony is, aki olyan kövér volt, hogy 4 indiánnak kellett hintaszékestül cipelnie, és egy csüggett arcú mulatt kamaszlány, aki esernyővel óvta a naptól. Aznap este Aureliano is elment Katarino boltjába. Francisco, az ember,
Úgy ült a kíváncsiak gyűrűjébe, akár egy monolitikus kaméleon. Öreges, megereszkedett hangon dalolta a híreket, és egy özönvíz előtti harmonikával kísérte magát, amelyet Sir Walter Raleigh-től kapott Guyanában, és közben salétromtól kirepedezett, nagy, világjáró lábával verte az ütemet. Szemben a hátsó ajtóval, amelyen férfiak jártak ki és be, a hintaszékes öregasszony ült, és szótlanul legyezte magát. Catarino filcrózsával a fülén erjesztett cukornád levet mért a vendégeknek, és ha csak szerét ejthette, hozzádörgölőzött a férfiakhoz, és oda nyúlkált, ahova nem lett volna szabad. Még éjfélkor is elviselhetetlen volt a hőség. Aureliano végighallgatta a híreket, de egy sem akadt, amely a családját érintette volna. Már haza akart menni, amikor a vénasszony magához intette. Erígy be te is, mondta. Csak 20 centavó. Aureliano bedobta a pénzt az öregasszony ölében nyugvó persejbe, és nem is sejtve, mi vár rá, a szobába lépett. A kutyacsöcsű, mulat kamaszlány mesztelenül feküdt az ágyon. Aureliano előtt azon az éjszakán 63 férfi fordult meg nála. A szoba levegője úgy elhasználódott, olyan sűrű lett a verejtéktől és a sóhajoktól, hogy már-már vágni lehetett. A lány lehúzta az ágyról a lucskos lepedőt, és szólt Aureliánónak, hogy fogja meg a végét. Nehéz volt, mint a sár. A csücskeinél fogva addig csavarták, amíg vissza nem nyerte természetes súlyát. A gyékényt is megfordították, az izzadság átütött rajta. Aureliano azért imádkozott magában, hogy ez a művelet soha ne érjen véget. Elméletben ismerte ugyan a szerelem mechanizmusát, de úgy elgyengült a térde, hogy alig állt a lábán, és bár a teste lúdbőrzött és égett, csak nehezen bírt uralkodni háborgó belein. Amikor a lány rendbehozta az ágyat és felszólította, hogy vetkőzzön le, Aureliano rémülten mentegetőzni kezdett. Engem csak beküldtek, azt mondták, dobjak be 20 centavót a persejbe, és ne húzzam az időt. A lány megértette a zavarát. Bedobsz még egy 20-ast, ha majd kimégy, akkor tovább is maradhatsz, mondta szelíden. Aureliano szégyellősen levetkőzött, de váltig gyötörte a gondolat, hogy mesztelen teste nem is hasonlítható a bátyjáéhoz. Bár a lány mindent megtett, amit tőle tellett, Aurelianóban egyre nőtt a közöny, és rettenetesen egyedül érezte magát. Bedobok még egy 20-ast, mondta elkeseredve. A lány szótlanul is tudtára adta, hogy jól van. A válla eleven hús volt, bőre ráfeszült a bordáira, és a lélegzete kikihagyott, mintha a kimerültség fenegetlen tárnájából szólna. 2 évvel azelőtt valahol messze földön, égő gyertya mellett elaludt, és lángkoszorúban ébredt fel. A ház, amelyben nagyanyjával élt, ő nevelte, porrá égett. A nagymama azóta faluról falura járt vele, és 20 centavóként árusította, hogy behajtsa rajta a leégett ház árát. A lány szerint egy éjszakára, 70 férfit számítva, még vagy 10 év volt hátra, mert a kettőjük úti költségét és kosztját is meg kellett keresnie, a hintaszéket hordozó indiánok béréről nem is beszélve. Amikor a vénasszony másodszor is bekopogtatott, Aureliano sírással küszködve dolga végezetlenül távozott a szobából. Nem bírt aludni egész éjszaka. A lányra gondolt, a vágy és a szánalom furcsa keverékével. Ellenállhatatlan kényszert érzett, hogy szeresse és védelmezze. Hajnal felé, az álmatlanságtól és a láztól kimerülten, végül arra a magasztos elhatározásra jutott, hogy feleségül veszi, megszabadítja zsarnoki nagyanyjától, és minden éjszaka egyedül ő fogja élvezni a 70 férfinak nyújtott örömeket. De reggel 10-kor, mire Catarino boltjába ért, a lánynak már csak hűlt helyét találta. Aureliano esztelen szándékát lassan elkoptatta az idő, de a kudarc érzését mindinkább elmélyítette benne. Munkájába menekült, és elhatározta, hogy egész életében távol tartja magát a nőktől, mert nem akart a tehetetlensége miatt szégyenkezni. Időközben Meliadis már mindent megörökített a fényképeit, ami Makondóban megörökíthető volt, és a daguerreotípiai laboratóriumot átengedte
José Arcadio Buendiának, aki egy újabb rögeszme áldozataként most Isten létezését kívánta tudományos alapon bebizonyítani. Bonyolult eljárás dolgozott ki, amely abból állt, hogy a ház különböző helyein exponálta ugyanazt a lemezt, és meg volt győződve róla, hogy előbb-utóbb Istennek is meg kell jelennie a daguerrotípián, ha van, vagy pedig egyszer és mindenkorra elvetheti a létezésére vonatkozó feltevést. Meliadész ez alatt Nostradamus értelmezésében mélyedt el, színe hagyott bársony zubbonyában fulladozva, késő éjszakáig rótta a betűket apró verépkezével, amelyen a gyűrűk elvesztették hajdani ragyogásukat. Egy éjjel úgy érezte, hogy sikerült ráakadnia egy jóslatra, amely Makondó jövőjéről szólt. A faluból tündöklő város lesz hatalmas üvegpalotákkal, és a Buendia családnak írmagja sem marad benne. Nem igaz, mennydörögte José Arcadio Buendia. Nem üvegből, hanem jégből lesznek a házak, ahogy én láttam álmomban, és mindig is lesznek Buendiák az idők végezetéig. A hóbortosok között Urzulának nagy igyekezetébe került, hogy épp eszét megőrizze, és a cukorállatkák készítésén kívül egy kemencét is üzembe helyezett, mely éjszakánként kosárszámra ontotta magából a kenyeret, és a pudingok, habcsókok és piskóták bámulatos sokasságát, hogy ezután mindez egy-két óra alatt elvándoroljon a lápvidék ösvényein. Elég idős volt már ahhoz, hogy joga legyen megpihenni, mégis egyre tevékenyebb lett. Virágzó üzleti vállalkozása annyira lekötötte, hogy amikor egy délután a tészta ízesítésében segítkező indián szolgáló mellől véletlenül kitekintett az udvarra, meglepődve pillantott meg két ismeretlen szép lányt, aki hímző rámája fölé hajolt az alkonyi fényben. Az egyik Rebeka volt, a másik Amaranta. Nemrég vetették le a gyászt, amit nagyanyjuk halála után hajtaratlan szigorral viseltek 3 éven át, és a színes ruhától, mint a új helyet kaptak volna a világban. Minden várakozás ellenére Rebeka volt a szebbik. Áttetsző bőre, nagy, nyugodt szeme és varázsos keze volt, amely szinte látaratlan szálakkal öltögette a hímzést. Amaranta, a fiatalabbik, kissé bájtalan volt, de örökölte meghalt nagyanyja természetes méltóságát és belső tartását. Mellettük Arcadio, bár apjának testi ereje kiütközött már rajta, kisfiúnak látszott. Ő is belevetette magát az ötvös művészetbe, Aureliano segítségével, aki ezen felül írni és olvasni is megtanította. Burzula hirtelen ráeszmélt, hogy a házában alig fér el a sok ember, gyermekei egy-kettőre megházasodnak, unokákat nemzenek, és helyi híján kénytelenek lesznek szanaszét széledni. Ekkor kiásta a hosszú évek kemény munkájával összegyűjtött pénzt, újabb üzleteket kötött, és belefogott a ház kibővítésébe. Meghagyta, hogy építsenek egy nagy szobát vendégfogadásra, egy ennél kényelmesebb és hűvösebb családi nappalit, egy 12 személyes evédlőt, ahol a család és valamennyi vendég helyet kap, 9 hálószobát kertre néző ablakokkal és egy hosszú tornácot, amelyet rózsalugas óvjon a déli verőfénytől, és amelynek korlátján páfrány és begónia cserepek álljanak. A konyhát is megnagyobbítatta, hogy 2 kemence elférjen benne, és lebontotta a régi magtárat, ahol Pilar Ternera jósolt José Arcadiónak, és egy 2-szer akkorát építetett a helyébe, hogy soha ne legyenek élelem híján. A kertben, a gesztenyefa árnyékában külön fürdőt építetett a nőknek és a férfiaknak, távolabb egy nagy lóistállót, egy drótsövénnyel kerített baromfi udvart, egy tehénistállót és egy nyitott madárházat a szelek keresztútján, hogy az eltévedt madarak kedvükre megtelepedhessenek benne. Úgy látszott, mint a férje holdkorossága rá is átragadt volna. Több tucatnyi kőművessel és árccsal járt-kelt, intézkedett a fény bebocsátása és a hő elvezetése felől, és úgy gazdálkodott a térrel, hogy fogalmasra volt határairól. Az alapító kezdetleges épülete megtelt szerszámokkal, anyagokkal és verejtékező munkásokkal, akik szépen megkértek mindenkit, hogy ne lábatlankodjék. Eszükbe sem jutott, hogy éppen ők lábatlankodnak, és már-már őrjöngtek az emberi csontokkal telt tarisznya miatt,
amely tompa csörgésével mindenütt üldözte őket. Tulajdonképpen senki sem értette, hogy ebben a nagy felfordulásban az oltatlan méz és a kátrány gőzei között hogyan bújt ki mégis a föld méhéből a ház, nem csak a falu legnagyobb, de az egész lápvidék legbarátságosabb és leghűvösebb háza. Legkevésbé José Arcadio Buendía értette, aki a nagy káoszban is azon igyekezett, hogy tetten érje az isteni gondviselést. Az új ház már csak nem készen volt, amikor Ursula felrázta fantazmagóriáiból, és közölte vele, hogy parancsot kaptak, a homlokzatot kékre kell festeni, nem pedig fehérre, ahogy azt szerették volna. Megmutatta az erről szóló hivatalos írást. José Arcadio Buendía, aki nem is értette, miket beszél a felesége, az aláírást betűzte. Ki ez az alak? Kérdezte. A corregidor, felelte Ursula csüggettel. Azt mondják, a hatalom embere, akit a kormány küldött. Don Apolinar Moscote, a corregidor, a legnagyobb csöndben érkezett Macondóba. A Hotel de Jacobban szállt meg, egy arab kereskedőjé volt, aki az első közt jött Macondóba, mindenféle bazári holmit cserélni arab papagájokért. És másnap kivérelt egy utcára nyíló kis szobát, a Buendía háztól két sarokra. Egy asztalt és egy széket vett Jacobtól, kiakasztotta a falra a köztársaság címerét, amit magával hozott, és nagybetűkkel kiírta az ajtóra. Corregidor! Első ténykedése az volt, hogy elrendelte a nemzeti függetlenség évfordulója alkalmából minden házat kékre kell festeni. Amikor José Arcadio Buendía kezében a hivatalos írással belépett hozzá, békésen sziasztázott a függőágyon a sivár iroda közepén. Uraságod írta ezt? Kérdezte José Arcadio Buendía. Don Apolinar Moscote, középkorú, félszeg, piros arcú ember, azt felelte, hogy igen. És milyen jogon? Kérdezte José Arcadio Buendía. Don Apolinar Moscote elővette egy papírt az asztalfiókból, és oda nyújtotta. Tessék, én vagyok ennek a falunak a corregidorja. José Arcadio Buendía rá se nézett az iratra. Ebben a faluban nem szoktunk papírokkal parancsolgatni, mondta, még mindig higgadtan, és vegye tudomásul egyszer és mindenkorra, hogy ide nem kell semmiféle corregidor, mert itt nincs mit korrigálni. És miközben Don Apolinar Moscoténak a szeme sem rebbent, változatlanul nyugodt hangon részletesen elmesélte a falu alapítását, a földek felosztását, az utak építését, hogy miként vezették be a különféle újításokat szükség szerint, és hogy közben nem háborgattak semmiféle kormányt, viszont őket se háborgatta senki. Olyan békések vagyunk, hogy még a természetes halál se visz el minket, mondta. Láthatja, temetőnk sincsen. Egy szóval sem panaszolta, hogy a kormánytól nem kaptak segítséget. Ellenkezőleg örült, hogy mindeddig hagyták őket békében növekedni, és remélte, hogy a jövőben is így lesz, mert nem azért alapították a falut, hogy aztán az első jövevény kioktassa őket a tennivalójukról. Don Apolinar Moscote ezelőtt belebújt a fehér nadrágjához illő fehér vászonzakójába, de úgy, hogy közben egy pillanatra sem adta fel mozdulatainak méltóság teljes nyugalmát. Ha uraságot tehát itt akar élni, akár a többi egyszerű lakos, örömmel fogadjuk, fejezte be José Arcadio Buendía. De ha felfordulást akar csinálni azzal, hogy kékre festett minden házat, akkor szedje a sátorfáját, és menjen vissza, ahonnét jött, mert az én házam fehér lesz, mint a galamb. Don Apolinar Moscote elsápadt, hátrált egy lépést, és az állkapcsát megfeszítve szinte bánatosan mondta. Figyelmeztetni kívánom, hogy fegyver van nálam. José Arcadio Buendía nem is tudta, melyik pillanatban tért vissza a karjába ifjúkori ereje, amellyel a lovat is földre tudta dönteni. Elkapta Don Apolinar Moscotét a kabátja hajtókájánál fogva, és felemelte, hogy farkas szemet nézhessen vele. Ezt azért csinálom, mondta, mert inkább élve rakom ki innen, mint sem holtan kelljen magammal hurcolnom életem végéig. Ezzel végigvitte az utcán a kabátja hajtókájánál fogva, és csak ott állította talpra, ahol a láb felé vezető út kezdődött. Egy hét múlva a corregidor újra megjelent, 6 mezítlábas és rongyos katonával, aki puskát hordott a vállán,
továbbá egy ökrös szekérrel, amelyen a feleségét és 7 lányát hozta. Aztán 2 másik szekéren megérkeztek a bútorok, az úti ládák és a háztartási kellékek. Don Apollinar Moscote a Hotel de Jacobban helyezte el a családját, amíg házat nem talál nekik, és a katonák védelme alatt újból kinyitotta az irodáját. Macondo alapítói, akik el voltak szánva rá, hogy kiűzik a betolakodókat, felnőtt fiaikkal együtt jelentkeztek José Arcadio Buendianál, de ő nem fogadta el az ajánlkozást, mert, mint mondta, Don Apollinar Moscote a feleségét és a lányait is magával hozta, és nem lenne férfiakhoz illő dolog, hogy valakit a családja előtt megszégyenítsenek. Úgy döntött tehát, hogy szépszerivel intézi el az ügyet. Aureliano is elkísérte. Ekkor már volt mit pödörnie, kifent hegyű, fekete bajszán és többé-kevésbé a hangjában is megvolt a stentori csengés, amely később a háborúban jellemezte. Fegyvertelenül, az őrséggel mit sem törődve beléptek a Corregidor irodájába. Don Apollinar Moscote nem vesztette el fennkölt nyugalmát. Bemutatta nekik 2 lányát, akik éppen az irodában voltak. A 16 éves Amparót, aki barna hajú volt, mint az anyja, és az alig 9 éves Remedios, egy zöld szemű, liliomfehér bőrű, bűvályos kislányt. Mind a ketten csinosak és illedelmesek voltak. Mihelyt Buendiáék beléptek, még a bemutatkozás előtt székeket hoztak nekik, de a 2 férfi állva maradt. Jól van, barátom, mondta José Arcadio Buendia. Itt maradhat, de nem azért, mert ezek a mordályos zsiványok ott állnak az ajtóban, hanem a felesége őnagysága meg a leányai kedvéért. Don Apollinar Moscote elképedve nézett rá. José Arcadio Buendia azonban szóhoz sem engedte jutni. De azért van 2 feltételünk, folytatta. 1. Mindenki olyan színűre festi a házát, amilyenre a kedve tartja. 2. A katonák tüstént elmennek innét. A rendért mi kezeskedünk. A Corregidor felemelte a jobb kezét szétfeszített ujjakkal. Becsület szavára? Becsületes ellenség szavára, mondta José Arcadio Buendia, majd keserűen hozzátette. Mert egyet vegyen tudomásul, mi ketten ellenségek maradunk. A katonák még aznap délután elmentek. José Arcadio Buendia néhány nap múlva talált egy házat a Corregidor családjának. Mindenki megnyugodott, csak Aureliano nem. Belevésődött egy kép, Remedios, a Corregidor kisebbik lánya, aki akkorától akár az ő lánya is lehetett volna. Valahol egyre sajgott tőle a teste. Fizikai fájdalom volt, amely szinte elnehezítette a járását, mintha kavics ment volna a cipőjébe.